Változatos, kiegyenlített mezőnyjáték után a 13. percben egy szerencsésnek is mondható góllal megszerezte a vezetést a kékmezes Bátaszék. Juhász Máté jobboldali szögletét követően Tóth Tamáshoz került a labda, a csatár élesen középre lőtt, miután Deli Dániel perdített lövése a Bölcskei kapuba vágodott. 1-0 a Bátaszéknek. Ezt követően is a Bátaszék játszott némi mezőnyfelében, de a vendégcsapat igen masszívan védekezett, szabályos eszközökkel rombolt a középpályán, így nagyon nehezen jutottak el a hazai kékek az ellenfél 16-osáig is. Azon belülre még ritkábban. A félidő végére már a fekete-fehér alakulat dominált játékban, rájuk jellemző pontos passzokkal operálva sokszor okoztak veszélyt Klézli kapuja előterében is. Meg is zörrent a bátaszéki háló egy valóban formás akció végén, de a kapus szabálytalan támadása miatt Szappanos Szabolcs játékvezető nem ítélt gólt. A második félidő elején egyenlített a továbbra is nyomást gyakorló Bölcske. Horváth Máté Varga Tamás, Paget Olivér volt a labda útja, utóbbi rompost játszotta meg, aki egyből a kapuba továbbított. 1-1. 4 perccel később egy szögletrúgást követően kapu előtti kavarodás után megszerezte a vezetést a Bölcske. A tétovázó hazai védők között a leggyorsabban Paget Olivér reagálta le a játékhelyzetet, és 5 méterről a kapuba továbbított. Bátaszék Bölcske 1-2. Volt vissza még fél óra, a Bátaszék mindent megpróbált, hogy legalább az egyik pontot mentse, de a védekezést újra előtérbe helyező bölcskeiekkel szemben mindösszesen egy igazán komoly gólhelyzetet tudtak csak kidolgozni. Mégpedig néhány perccel a bekapott gól után. Tóth Tamás Juhász Máté összjáték után az utóbbi mesterien tálalt a nagy gólhelyzetben levő bátaszéki balhátvéd Kertész József elé, aki már csak a kapussal állt szembe, de pechére hosszan vette át a labdát. A hátralevő időben már nem változott az eredmény, így a megyei bajnokság 21. fordulójának nagy rangadóján Bátaszék Bölcske 1-2. Kalmár Ferenc, a Bátaszék edzője elismerte, ezen a napon ilyen szervezett és jól játszó Bölcske ellen nem volt egyszerűen ellenszerű. Félmerik válni egy az egy játékot, többet futottak, mint mi. Tehát én azt kértem tőlük, hogy menjünk, próbáljuk meg letámadni, de hát nagyon gyengén játszottunk mai nap. Technikás, jól cselező futballistáitól várt volna egyénileg többet az edző, de ez most elmaradt. Feltűnő volt, sok közel, illetve párharcot vesztett a Bátaszék. Nem mertünk passzolni, egy kényszerítőt nem mertünk csinálni, hát eddig minden mérkőzésen legalább 7-8 százszázalékos helyzetünk volt, most volt 2, ahhoz képest ez az 0. De senki nem merte azt elvállalni, amit tud, nem mert cselezni, nem mertek kényszerítőt csinálni, nem mertek befutni lukakba, ahol meg tudták volna kapni a labdát. Egy az egyeket nem merték fölvállalni, de középpályán lemaradtunk mindig egy gondolattal, hamarabb ők tudták elvinni a labdát. Tehát ez hozta az eredményt sajnos. A tréner úgy látja, nagy terve, nagy álma a bajnoki cím a nagy ponthátrány miatt a Gerjennel és a Bölcskével szemben bizony elúszott. Biztos vagyok benne, hogy elment. Most ez van, jövő évre próbálunk most már összpontosítani, de hát természetszerűleg minden meccset meg kell nyerni, ezen túl is. A dobogó harmadik fokáért is kielezett nagy küzdelem várható még a Bátaszék, a Tamás és a Bonyhád között a hátralevő fordulókban. Úgy tűnik, Gerjen-Bölcske párharc várható az aranyért.